Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. Szokatlan helyzetbe hoztuk magunkat az évad utolsó csapatával. Felkértünk egy legendát énekesnek, aki csak némi úszolásra átkötélnek. Beszélgetéseink közben egyre jobban átéreztem, hogy miért óckodik a szerepléstől. Vajon én hogyan reagálnék 74 évesen arra, hogy fejest ugorjak az ismeretlenbe, ráadásul kamerák előtt? Végül megértettük, hogy ezt a dalt minél jobban őrá kell formálnunk, persze úgy, hogy a többi alkotó számára mégis megmaradjon a meglepetés. Így a 7. évad utolsó csapatának a kihívása az lett, írjanak egy dalt Charlie-nak, úgy, hogy nem tudnak róla. Charlie-nak jól állnak a romantikus, muzikális dalok. Egy kis blues rock persze nem árthat, de nagyon fontos, hogy a zeneszerző magától is érzelmes, átélhető dalt hozzon, anélkül, hogy tudná, ki fogja énekelni. Elhatároztam tehát, hogy megkínálom őt egy kis katarzissal. Sziasztok! Szia! Hajós András vagyok. Szia! Még nem találkoztunk, Hajós András. Fekete Zsófi. Zsófi. Köszönöm szépen, ti vagytok a hangadó? Igen. Afáziás ének együttes, ének kórus, így hívjátok magatokat. Igen. Ez azt jelenti, hogy ti mind átestetek egy sztrókon? Igen. És azóta ezzel az énekléssel is gyógyultok, igen, gondolom. Igen. Amennyit én erről tudok, sok esetben utána még beszélni is nehéz, nem? Nem. Van, akinek egyáltalán nem sikerül, de dalolni viszont gyönyörű. Aha, tehát előfordul... Másik helyen van. Másik helyen van? Igen. A ének az segít a... ének a verszésznek. Uh-huh. Érzitek azt, hogy amikor mondjuk egy kórus foglalkozás van, akkor utána másnap vagy este könnyebb? Igen. Igen. Sosem mondott egy fontos szót. Igen. Mondjad? Szabadság. Szabadság. Aha. Aha. Lelkileg most nagyon derűsnek és nyugodtnak tűntök, de vannak rosszabb pillanatai is ennek, gondolom. Igen. Hmm? Fent és lent. Igen. Egyáltalán kérdezgethetek erről? Nem bánt titeket, hogyha... Ne. Hiszen mi egyébként azért vagyunk itt, mert a Dalfutár mindig figyel arra, hogy csináljunk valami olyan tevékenységet, amivel felhívjuk a figyelmet nehéz helyzetben élőkre, és mi szeretnénk erre a tevékenységre is, amit ti végeztek, felhívni a figyelmet. De igazából mire van a legnagyobb szüksége az ilyen sorsú és így élő embereknek? Mi nagyon szeretünk például fellépéseket elvállalni. Ha mi egy fellépésen énekelhetünk, igen, akkor nem terápiára jövünk, hanem mi vagyunk azok, akik terápiát tartunk a világnak. Hogy... Aha. Na, hát ez nagyon dicséretes, és ugye arra kértünk, hogy szövetkezzetek velünk, hogy a Dalfutárba, ki ismeri a Dalfutárt? Most jönni fog ide egy zeneszerző, akinek a dalát már éneklitek, és tulajdonképpen ő nem tudja, hogy itt mi fog történni, ez egy meglepetés lesz, hogy ezzel ezt a dalt mi megmutatjuk neki. Kérlek, fogadjátok szeretettel létre Jákos, gyere! Oh. Jó, ne gyere, ne ijedj meg! Okay. Szevasz! Szia, András! Gyere, gyere! Ez egy afáziás énekegyüttes, hangadó a nevük, és készültünk egy meglepetéssel neked. És utána egy kicsit dolgoznánk is azon együtt. Oh, wow. Ha, most jussál szóhoz, mert most annyira meg vagy ijedve. Szerintem utoljára így általános iskolás koromban álltál. Ugye az ünnepélyen a Veőre Sándor Veőrse elő. Létra Jákos, dalszerző, producer. A romantikus popdalok egyik hazai mestere. 10 éves kora óta zongorázik, a Konzi után a Berklit is elvégezte.
tucatnyi híres sláger szerzője, dalait Király Linda, Császár előtt Jéda és számos más hazai előadó énekelte. Biztos vagyok benne, hogy egy szép, azonnal dúdolható dalt kapunk tőle. De figyelj, mutatunk valamit. Oké. Okay. Megyünk tovább, csak most leülsz a zongorához, és segítesz nekünk ezt így konkrétba csinálni. Szóval én arra gondoltam, hogy nekik szerintem ez nagy tanulság. Ugye? Főleg a szétrakás, bár az ilyen szép major akkordok szép rakva, de mi lenne, hogyha anélkül, hogy bárki megsértődne ezen, most meghallgatnánk, úgyhogy mi nem énekünk rá, hogy mik ezek, és mint profi hangszerelő és zeneszerző, tényleg megpróbálnánk ebből a legtöbbet kihozni. Ott szóljon, amikor kell, mert ugye most végig... De mindig kell szólni, te nem is nyúlnál hozzá semmit? Nem, nagyon. Aha. Egyébként egy mondat megfigyeltem, kitűnő ritmus érzéked van, tehát bárki, neked a legpontosabban dülöngéltél, Miss Metronóm, és ha bárki egy picit elvész, hogy hol tartunk, akkor ő olyan ösztönösen jól, csak nehogy egyszer elaludj közben, és erre. Nekem megmutatjátok csak a hümmögő részt? Arra kíváncsi vagyok az akkordokra. Most én se fogok énekelni. Játszod a refrént, kérlek. Mehet. Szépenként Zsófi nagyon trükkös, mert ezzel a késleltetett ával ezzel így bárhol be lehet lépni, ez mindenhova jó. Hirtelen picit irigylettem, mert na, olyan szólamok jöttek, amire én nem gondoltam. Na, kérem, én kérhetek valamit, egy picit ezt csináljuk, én világegyetemben szerettem volna gyönyörű francia nőként ilyenre énekelni. Elkezditek nekem megint, csak az én kedvemért aztán... Je t'aime, je m'appelle le revoir. Donc je te survois le dalfouta. No, yo es borzamos. Fortes. Köszönöm szépen a többi szerző nevében is, a szövegíró, Hújber Szabi, Moldvai Már. Én tanár voltam, Waldorf tanár. És egy nagyon nagy helyen én beszéltem, kimentem, ittam, és ekkor elvágottam. Mentőhozó teste, így feküdtem, de csak ez a
test. Közben eljje föl, nagyon magasan, ott megállt, és azt mondta, hogy le vagy föl. És én azt mondtam... Kérdezte? Igen, ott valaki. És én azt mondtam, hogy nekem még van dolgom. 8 éve történt. Így történt. De örülök minden nap. A tavaszi szélt még elénekeltek nekünk? Az Freddie Mercurynek is bejött. De ezért viszi a csapatot. Igen. Én viszem addig a büfét. Egy Soul R&B session. Tudnék olyan dalfutáros szereplőket. Remélem nem szentségtelítettük meg a helyre. Figyeltek, nagyon köszönöm. Ez tök nagy élmény volt szerintem nekünk is, meg nekünk is egy megerősítés. Hogy ez tényleg egy csoda dolog ez az el, amivel mi is az életünket feltettük meg, ami a mániánk meg. Szóval hogy ez egy hatalmas gyógyszer, hatalmas fegyver, hatalmas gyümölcs. Ha gyógyítani szeretném magam, vagy lelkileg rendbe szeretném tenni magam, akkor zenéket hallgatok, és nagyon sok féle, tehát nem egyfajta zenét hallgatok, hanem mindenjét, bármit, teljesen eklektikus vagyok ebben. És hogyha eltelik egy időszak, és azt érzem, hogy már itt az ideje, vagy éppen jön egy olyan ötlet, akkor hogyha arra ráugrik az ember, vagy hogyha ráugrom, akkor onnantól kezdve már nincs visszaút. Olyankor nem is nagyon hallgatok zenét, akkor átmegy a másik oldalára, és akkor meg inkább írok. Annak ellenére, hogy nem igazán mélyen ismerjük egymást, így berántottalak egy nagyon érzelmi helyzetben. Nem haragszol? Egy kicsit, hogy mondjam, ez egy fajta erőszak volt rajtad. Meg is lepődtél, azt láttam. Meglepődtem. Szerintem azért ez egy kicsit túlment azon, hogy én meglepődtem. Tehát szétvertük az agyadat, vagy kikészítettük? Igen. Azért mertem megcsinálni, vagy azért gondoltam, hogy őket, ezt a csapatot, akik itt dolgoznak veled, rajtad keresztül mutatjuk meg, mert tudom, hogy érzelmes és normális ember vagy, és tudom, hogy jó szakember is, de pont az kellett, és nagyon szépen őszintén viselkedtél. Nem tudom, mit lehet csinálni, de nem lehet leplezni azt, hogy megindítóak ezek a sorsok, nem? Mindig, tehát gyerekkoromban is hiperérzékeny voltam. Elvarázsolt gyerek voltál? Mm-hmm. Igen. Amúgy bántottak? Vagy annyira nem voltál kilógó a sorból? Vagy... Ezzel az érzékenységgel nyilván jár olyan, aki kevésbé érzékeny. Az sokszor úgy reagál erre, hogy ezt megpróbálja eltiporni, vagy ezt megpróbálja kikezdeni, úgyhogy tényes való, hogy ezek átmentek zaklatásba. De most jól vagy? Témák. Most jól vagy? Igen, köszönöm. A zenénkbe, amit írunk, vagy egy szerző, hogy kerüli ezeket el? Elkerüli? Beleviszi? A mentorom, a Robbie Buchanan, aki ugye a Whitney Houstonnak a dalait hangszerelte. Nála te személyesen tanultál? Nem. De hát őtőle tanultam. Aha. A legtöbbet, aztán vártam rá 25 évet, hogy találkozunk, aztán eljött ez a pillanat. És én akkor éppen egy ilyen szerelmi dologból jöttem ki, és akkor mondta, pont itt a Budai hegyekbe jártunk, éppen túráztunk, és akkor mondta, hogy hát írjál valamilyen szép dalt, és ezt írd ki magadból. És én azt mondtam, üljek le, és akkor fáj, és akkor előszedem azokat az érzéseket, hogy ja, most
most itt fáj, vagy ide megyek. Tehát ez így ilyen direkt módon így nem jön. Aztán később vettem észre pont a Hellónál, ami egyszerűen csak így rám zuhant, hogy jé, ezt megírtam. Uh-huh. De ez nem volt ilyen tudatos. Furcsa ez egyébként, te is nyilván nagyon sok mindent láttál már. Voltál már valószínűleg jól is színpadon, meg rosszul is voltál színpadon. Biztos van ilyen élményed, hogy mi az, amit adunk független attól, hogy mi hogy vagyunk? Én nem vagyok ez a színpadi fej. Nem? Tehát volt egy időszak, ami minden alkalommal őszintén elmondom, hogy szigorúan a lányok miatt volt. Uh-huh. Azt bírtad egyébként? Vagy az csak egy kipróbálás volt? Vagy hát magát az eredményét, az bírtam. Igen. És hogy jöttél erről le? Ezt nehéz abba hagyni. Hogy nem maradtál rajta ezen a vonalon? Hát ugye alapjában véve ugye akkor megbélyegeztek azzal, hogy hát engem csak a fiatal lányok, és hogy állandóan a nők, és stb. Pedig én nem ilyen vagyok. Én egy hűséges gyerek voltam egészen addig, ameddig össze nem törték a szívemet. Tehát ez okokozat. Ez így jön. Azóta összefort? Egy párszor, igen. Hogy lehet erre ezt válaszolni? Úgy érzem, hogy egy empatikus ember vagyok, és hogyha ez inspirálóan hat rám, akkor egyszerűen megindulnak azok a csatornák, és akkor azonnal jönnek a gondolatok. Egyébként pedig sokáig el szoktam játszadozni mindenféle melódiákkal, míg egyszer csak oda alakul arra a pontra, hogy innen már nincs visszaút, és ezt már meg kell írni, és be kell fejezni. Azért kérdezgetem ezt, mert ugye azt fogjuk tőled kérni, hogy írj egy dalt. Hova fogsz nyúlni, vagy nálad hogy kezdődik? Hála Istennek már van is egy ötlet, amin elkezdek dolgozni. Megmutizod? Akkor is, ha végül majdnem az lesz. Most ezt itt? Most itt, hiszen tényleg, de teljesen véletlenül spontán egy zongora előtt ülünk. A zeneszerzőnek az egyik rémám az, hogy majd ez esetleg valamire hasonlítani fog-e. Tudod, mert már 4 millió dal van, igen, a világon. Bocsánat, a zeneszerző igazi rémálma az, most ezt valakinek üzenem, hogy az anyja bejön porszívóval. De mehetünk tovább. Oké. Úgy érzem, hogy van egy ötlet, amit... Hogy ez már volt? Nem, az a rémület. Nem, többször megtörténik az áthallás. Volt ilyen, de úgy most érzem, nem azért mondom, most... de azért... Killing me softly with his song. Akkor ezt meg is beszéltük. És akkor még a Final Countdown abba bele sem mentem. Ja, igen. De akkor megpróbálom. Ilyesmi lenne a dal, hogy... Döntsd el, hogy hogyan adott tovább ezzel a feljátszással, ami most volt, és akkor ezzel nyitvább hagyod. Letisztultam. Hogy... Esetleg valamilyen midi gitára. És milyen beatet képzelsz egy ilyen alá? Ilyen? Én mi van, ha azt kérem, hogy még egyszerűbb és kevesebb legyen, hogy még beatet se tegyél alá? Hát igen, ott az egy kérdés, ugye, hogyha túl gyorsra veszed, akkor az a refrén, amihez ragaszkodom, az ott akkor elkezd veszteni a karakterét. Ragaszkodsz a refrénhez, ezt hogy érted? Hát szeretném, hogyha ez lenne. Jó, egy hetet szoktunk ráadni, de hát okay. Mivel félig meddig már kész vagy, ezt ez megy. Na jó. Egyelőre ennyit, jó? Aztán befejezem. Zongorát nem hazavinni. Jó. Gyere, menjünk ki az utcára, kint levegő van, emberek, frissesség, vagy okay. Akarsz itt maradni? Nem itt nem, laksz. Menjünk. Fogd már föl, hogy nem itt laksz. Ja, igen. Ide csak befogadtak minket. Szia, Andrássy, Tákos! Elkészültem a dallal.
ez azért egy picit más volt, mint amit a Huber Szabival készítettünk a Hello, mert itt azért, tehát ott azért tudtuk az érzelmi hátterét a dalnak, itt nem tudtam, hogy kinek és mit írok. Viszont nagyon örülök, hogy ennek a különleges és izgalmas kalannak a részese lehetek, és izgatottan várom a végeredményt. Ciao. A kihívás első része teljesült, Ákos dalkezdeménye teljesen Charlie kompatibilis. De a szöveg nehéz ügy lesz, mert egyszerre kell lírainak, gondolatébresztőnek és mégis popposan egyszerűnek lennie. Érett szerző kell hozzá, aki nem fél az érzelmektől és a nagyszavaktól, de mégsem csúszik át a semmit mondó gicsbe. Anna! Itt vagyok, Hajós! Anna! Anna! Szevasz! Ez sikerült. Megidéztelek, ideidéztelek. Ez sikerült, a gymnek idejöttem. Hol voltál? Megjöttem és nem voltál. A bubukákért elmentem. Ja, a bubuka gyerekekért? Bubuka gyerekekért. Korán jöttem? Egy nagyon picit korán jöttél, de... De a jó napon? Most, ma? Jó, hát megfelelő évszak, megfelelő napján. És jó helyre? Itt laktok? Hát nézz körül, jó? Jó, tök jó hely. Tök jó hely. Isten, szerintem ennél jobb, kevés hely. Meg mondtad, hogy te szoktál meditálni, és ezt néztem ki, hogy itt szoktál meditálni, és beidéztelek. Itt leginkább a házi bulik szoktak lenni, de abszolút alkalmas a meditációra. Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekes dalszerzője, egyben tévés személyiség. Zenekara 2009-ben robbant be a köztudatba, fél tucat díjat besöpörve és a közönség szeretetét is megszerezve. Azóta is aktívak és dalaik az idő múltával egyre elgondolkodtatóbbak. Arra számítok, hogy annak képes lesz eltalálni a szépség, a mondani való és az eredetiség finom egyensúlyát. Szóval nem itt szoktál meditálni? Mutasd már meg, én nem bírok itt sokáig így ülni ebbe a... Felhúzolak? Törökülés. Nem, húzod fel egymást? Valahogy férfiasan megcsinálom. Újra kapok levegőt, újra van nemi szervem. Az a helyzet, hogy ez egyben meditálás és levitálás. Aha, és tehát itt és hengedezés, között. Lengedezés? Hengedezés, lengedezés, nem szabad nagyon bepörgetni magadat, mert akkor egy kicsit ez a kerengő dervis is befigyel, és az már túl sok ez a különböző vallásban. Ez képzeld el, hogy galagonya bokor, csak ekkorára megnőtt, és 200 éves. Abba himbálózgatsz, és nézel oda le? Igen, hát akkor beszoktam csukni a szememet általában a meditáció közben, mert állítólag úgy jó, de ha kinyitom, akkor ez a gyönyörűség izé fogad. Ez itt úgy látom a wellness részleg. Igen, a wellness fitness, és ez pedig egy dézsa. És azt képzeld el, amikor itt éjszaka, mint a hajnal 1-2-kor bennülsz, kezedben egy rozéfröccs, és csillagos ég így. Te bírod nagyon ezt a természet közeliséget. Te voltál valaha városi gyerek? Én mindenhol éltem, én Londonban, New Yorkban éltem, és a 8 kerbe. De gyerekkorod hol telt? Én a 8 kerbe születtem. Ja. Na, 8 kerbe születtem, és utána pedig lementünk egészen Tanyára. Tehát annyira Tanya, hogy amikor kiköltöztünk, össze is dőlt. És kinek volt az ötlete, vagy ez milyen a szüleidnek, milyen életútja vezetett oda, hogy 8 kert Tanya? Pénzből vagyok pedagógus. Ja, értem. Ez jó, ez a de jó. Pedagógus és pedagógus szükséglakásnak hívták azt, amiben voltunk. És ők ott tanyasi tanítók lettek? Igen. Tanyasi tanítók voltak, és volt olyan... Ezt miért adtad a kezembe? Hát mert milyen jól néz ki. Ja, értem. Dió, meg kérdezted, hogy milyen fa, dió. Erről nem kérdeztem. Arról kérdeztem. Ugyanaz. Ez is dió. Leto, aha. De a dió az nem kerek, és ilyen barna és csontos termésű. Próbáltam úgy csinálni, mint a vidéki gyerek, de... Ez nem hernyó. Nem a kostod hernyó meg. Ilyen? Ebből lepke, ez lepkefa. Kostod meg, erre is szól, ez is jó lesz. És te ott a Tanyán így feltaláltad magadat, ilyen papsajtevő, koszos kislány lettél rögtön? Igen. De te most akkor itt laksz, nem, valami nem így van, te nem itt laksz, ez most csak átmeneti, nem?
az egész élet átmeneti, de ez egy, most egy bérelt kis kecó. Mert hogy kettővel arrébb van egy telek, amit megvettünk, és oda építkezünk. És milyen ház lesz? Mi a terv? Erről gondolom 9 órát tudsz beszélni. Igen. Nyugodtan menj egy sétát, és én mondom. Adnék rá ugyanennyit, 9-et, de másodpercben. Jó, lépcsőzetes, bunker, hatalmas nagy benne a föld alatt, egy kicsit az Avatar és a Gyűrök urának a kereszteződése. Ilyen fűtetejű meseházat képzelje? Igen. Csúszdával. Gyerekkoromban tényleg bugócsiga voltam, tehát lelőhetetlen. Saját magamat idegesítettem azzal, hogy ennyire sok voltam, de most egy picikét azért a Libikókának a másik oldalára is kerül. Tehát a nyugalom is megérkezik, hát itt ez például azt szolgáltat, azt hivatott szolgáltatni, hogy én rendben legyek. Tehát én nekem a nagy álmom a balansz. Na te figyelj, te nagyon élvezed mindent, magadat. Te mindig ilyen vagy? Vagy ebben a környezetben lettél ilyen, vagy most egy ilyen korszakodban vagy? Mi annyira nem ismertük egymást, dolgoztunk együtt, itt-ott láttuk, de az ilyen fellépő, meg tévés helyzetekben nem kezd el az ember így nagyon megnyilogatni. Úgyhogy én nem igazán tudtam, hogy te ilyen vagy, amilyennek most látlak, vagy ez már egy ilyen eredmény? Azért vannak nekem is mélypontjaim, hogy ezek jó, hát hallottam róla. Ki tudjanak jönni. Alapvetően igen, én egy ilyen hedonista, életszabáló ember vagyok. Vigyázz, a másik vizes. Azért mondtam, hogy arra ülsz majd te. Üljek? Jövök. Ezek mitől vizesek? Esett az eső? Igen, óriási vihar volt tegnap. Gyere, akkor csináljuk azt, amit szoktál. Jó. És mondtad azért, hogy vannak azért neked is a mélypont. Mi tud lehozni, mi tud kikészíteni, vagy mi az, amitől elfogysz? Az emberi távolság. Hülyeség. Az emberi hülyeség hatalommal spékelve. Hol kell egy zenekarnak, egy ilyen szabad nőnek, egy alkotónak, egy ismertségnek, hol kell a hatalommal találkozni? Az a helyzet, hogy nekünk nem kell, nem hiába választottam ezt a szakmát, mert ez a fajta rock and roll, ez igaz, hogy nagyon sok kenyeret nem tesz az asztalra, viszont azt csinálsz, amit akarsz. Ahol fáj nekem, az az összesen intézményesített dolog. Tehát az iskoláimat is így végig vergődtem, mert ott se értettem egyet az oktatásra, stb. És ugyanígy van most, hogy például a gyerekem iskoláiban, hogy... Ezt akartam kérdezni, hogy ott bírsz-e uralkodni magadon? Bírok, mert nagyon jó sulit választottam. Amúgy, amit említettél, hogy azt csináltok, amit akartok, azért ezt a zenekarral egy jó ideje elértétek, meg szerintem te személyes brandként is elérted ezt. Azt mindig is, erre soha nem volt időnk kérdezni, kicsit hasonló alter, vagy mások által alternek tartott zenei szcénából jövünk. Nektek legalább volt egy ilyen jazz kategóriátok, jazz alter, stb. Igen. Tehát, hogy ennek volt egy közönsége, és volt egy fiókja. Nekünk soha nem volt fiókunk, és pont azzal küzdünk, hogy például a Fishing on Orfeo, ami telibe az, tehát a mi közönségünk, a mi korosztályunk, a mi zenénk, az alter, a rock, most azt mondták például ott, hogy mi nem vagyunk elég alterek. A Volt Fesztiválra nem vagyunk eléggé popok, a Metal Fesztiválra nem vagyunk elég rockok. Tehát, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy igen. Még ilyen küzdelmeitek vannak. De nekünk még így is jó, csak hagyj mehessünk. Te bírod még, nem is az korodra mondom, hanem a státuszodra, anya, felelősség, házépítés, tehát már egy láb megvetettséggel együtt te bírod még ezt a rock'n'roll élet, buszbőlés? Kifejezetten imádod? Imádom. Úgy néz ki a zenekar, hogy van egy stábbusz, tehát úgy hívja az öcsém, hogy Road Bordély. Aha. Minden benne van. És van egy személyautó. Na most a személyautó a Nyugger Klub, ott zen van, ott számítógépezés van, ott fülhallgató, nem lehet hangosan zenét hallgatni. Ott általában a zenekarnak a kétharmad része ott ül benne. Te melyikben vagy? Te a másikban. Gondoltam, te a másikban vagy. Dobos meg én, és ott egy idő után Edda és egy tankcsapda van, és üvöltünk, és háromszög szendvics, viszki, kóla és gumicukor. Oda-vissza. Aha. Gyerekeit hogy viselik, hogy látnak, nem látnak? Szerintem a gyerekeim háromszor annyit látnak, mint bármilyen dolgozó magyar anyát. Tehát, hogy én pont abban a fázisban megyek el dolgozni, amikor már ők alszanak, meg a hétvégén. Tehát, hogy mi úgy vagyunk, hogy hétvégén vannak apukánál a gyerekek, én akkor megyek el gürizni, és hogy vannak olyan koncertek hétközben, amire el tudom őket vinni, egy akusztikus trióra, vagy mit tudom, itt van a Várkertbazárban, akkor elviszem őket backstage, vagy kiülnek nézni. Rengeteg zenétvel vagyok megáldva, tehát egyfolytában írunk, próbálunk, fellépünk, megyünk, a minibuszba is azért csőstül kapunk, tehát, hogy ott a minibuszba kötelező rossz zenét hallgatni, tehát ott nagyon ritkán vannak jó zenék, mert az az állapot van, amikor csak szar zenét hallgatunk. Úgyhogy én rotyra meg
ellopom a zenét. Néha annyira örülök, amikor nem szól semmi. Tehát a gyerekeim is hallgatnak mindent is, tehát ott önnét is kapom a gyerekzenét, és figyelj, azért elkezdett esni, tehát haladjunk, mert ebből, ha egyszer csak mindjárt jég lesz, akkor nem tudjuk megbeszélni a dolgunkat. Igen? Hoztam egy dalt. Mi az, amit nagyon szeretnél, vagy nem szeretnél? Igazából a nagyon, nagyon agyon hajligatott R&B, abba azért bele lehet pistulni. Uh-huh. Lehet, hogy meg kell idézni. Nem kamu angol. Jó, ez. Jó van. Figyelj, jó van. Nem, első nem reakció. Teljesen jó. Jó lesz. Édi. Ezt tudja, hogy fiú fogja énekelni. Miért tudti? Én mostanában a fiúknak ebbe a lágében van az alkotókájuk. Aranyos, kedves. Ez mi neked? Hallgassuk még, hogy na, ez, nagyon picit, hogy ez egy inkább melankólia, vagy inkább egy vidámság. Ez abszolút egy ilyen vidám. Igen? Vidám cucc, igen. Tök érdekes. Igen, ez ilyen nyárvégi, ilyen szép volt, visszatekintő, ahogy ott ültünk a parton, stb. Ilyen finom lelkű, letisztult emberke lehet, mert szép kerekdalt írt, tehát hogy nincsenek ebből ilyen kiág, meg vannak olyan dalok, amik megfejthetetlenek. Tehát, hogy kilépnek a saját kis burkukból, akkor van ott egy gyök, egy gacs, egy izé, és akkor az megszülsz, amíg oda, hogy valamit szépen szótak számba beteszel. Tehát, hogy ez egy szépen sikló és ilyen visszatérő elemekkel rendelkező valami, tehát, hogy így vannak ilyen nagy görbületek, tehát így visszaérkezések, ami eleve jó. És összefüggések vannak a különböző a szerkezeti részek között, ami szintén jó. És az egész hangulata komplex. Szerinted ezt teljesen magadból fogod írni, vagy mondjuk a dalfutár nézőknek? Vagy mennyire van szempontként benned az, hogy úgy tessen, úgy bejöjjön, úgy nem sikeres tudok olyat legyen? Írni. Képzeld el. És már sokkal előrébb lennénk, ha tudnék. Tehát, hogy nem tudok slágert írni, tehát, hogy csak olyat tudok írni, ami valahogy bennem mocorog. Azért hadd kérdezzem meg a szerkesztőket, hogy miért ide jöttünk akkor? Nem tud rendelésre írni slágert. Ki vagy, rúgva? Mentem! Én arra gondoltam, hogy valami klubkorszak, a tinédzser koromból voltak ezek a Depeche Mode klubok, volt a feketejük, stb. Tehát, hogy valamilyen egy kicsit elemelt alter pop kultúrához visszanyúlni. Tehát nem feltétlenül ez a balatoni nyár, amikor a stégen ülünk, és akkor meg éppen fönn van a napocska, de már ezért játszadozik a holdfénye és a hullámokat. Nem ez, hanem inkább valami a múltamban, és akkor talán érdekes lesz annak az előadónak, aki egészen máshonnét jött. Az már eleve eléggé nagy megalkuvás, hogy nem én írom például a dallamot. De amikor én írom, akkor nagyon annás, nagyon belőlem jött, de szerintem ennek pont jót fog tenni, mert ez annyira pop, amennyire én már nem vagyok, és ha jön egy nagyon pici szösszenetnyi kis alter életérzés bele, az nem biztos, hogy baj. Nagyon gyorsan lehet popot írni, de minek? Uh-huh. Minek gagyi popot? 3 percet te is összerakod. Hát, ha megfizetik 2. Csak... De ami neked volt, az nekem nem kellett. Nézd már rám, kék az ég és a nap fekete. És az eső sem esik többé cseppekben rám. És csak előttünk vannak a virágzó megyfák. Oh yeah. Együtt ültünk a teraszon. És néztük az égre fel. És akkor itt a bemondás. És itt kell egy bemondás. Hát figyelj, ha a falunapon, akkor... Te máskor, ha bebaszom. Én azt mondom, hogy legyen üzleti siker, kicsit hatékonyabb vagyok, az lenne refrén. Szeretettel köszöntjük a polgármester urat, és az egész önkormányzat pénzügyi osztályát. Jövőre is szívesen eljövünk a falunapra. Alapvetően nálam ez úgy működik, hogy jön az Úristen, vagy a bárki, aki azt szeretné, hogy írjak valamit, és akkor nyakon vág. És akkor bárhol vagyok, akkor muszáj leírni. Tehát, hogy ez nem egy ilyen én megyek elébe, hanem a dal jön, és így írd le.
És ez bárhol, tehát hogy volt, amikor egy ilyen teherautó dudált már a pirosnál rám, tudom, egy olyan másfél percen, mert én még mindig mondtam föl a szöveget, mert annyira jött. És általában ez ilyen külső jegyekkel is jár, ez olyan, mint amikor a macska szül, tudod, hogy így zihál, még jön, semmire nem tud figyelni, csak hogy még jön egy verszak, még egy verszak nézel, és addig szül, amíg az összes kiscica meg nem született. Nem, így szokott ez lenni a dalírás, hogy jön, és akkor szülni kell. És akkor elvonulok, akkor leízadok, akkor lázas vagyok, akkor sírok, stb. Megszületik a dal, és megnyugszom. De most az, hogyha valaki küld egy ilyet, akkor nem tudom ezt előidézni. Tehát én nem vagyok egy varázsló, hogy akkor szülni kell. Általában, amikor egy dalokat kapok, akkor elindul a természetellenes vajudás. Megindítom a szülést. És megpróbálok valamihez visszanyúlni. Egy hetet kapsz rá, mindenki annyit kap, jó. És most pedig lelépünk, hogy lehessél cseszeges a gyerekekkel. Engem. Köszönöm. Puszantam. Amúgy még egy tipp, ha elbizonytalanulsz, nyugodtan hívjál más valakit egy másik számon. Ne. Én nem segítek. Már megírtuk. Tényleg. Nézz az égre fel. És az eső is az rólad énekel. Az eső is rólad énekel? Az eső is rólad énekel, megvan. Az utcára fel, és én most tőled mostan megyek el. Csak ne tévedj el. Szia, Andrés. Kész a szöveg. Megírtam. Nagyon remélem, hogy jó. Megpróbáltam nem önzőzni. Megpróbáltam alázatosan a zene igényeinek megfelelni. Átvenni a rezgéseit, átvenni a lüktetését, átvenni a hangulatát. Nem feltétlenül annen a Barbies irányultságú a zene, de megpróbáltam magam azzá formálni, amit a zene súgott, és olyan fajta szöveget írni rá, amit nekem a zene diktált. Úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon kedves, és nagyon emberi, és nagyon őszinte és pozitív szöveg lett. Büszke vagyok rá, örülök neki. Nagyon remélem, hogy nektek is tetszik. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog az énekesnek is és a producernek is. Alig várom a stúdiózós napot. Az egyik kedvenc elfoglaltságom a zenélésben, a színpadon levésen kívül a stúdiózás. Úgyhogy várom a napot, küldöm a szöveget, remélem tetszik. Galampostán megy. Pusza. Nézd csak fel, a jeleket az égre te írtad fel, a helyedet a földön te döntöd el. Ezt írta Anna, király. Ezek a sorok jó hangzanak majd Charlie szájából, jól illenek a karakteréhez, a korához és az életműve korábbi dalaihoz. Már csak egy olyan producer kell, aki nem áldozza föl a zeneiséget a korszerűsködés oltárán. Itt vagy, Norbi? Itt vagyok. Szevasz! Ezer év! Szevasz! Szevasz, mit csinálsz? Hát, freskót? Felújítás. Ez most festettem. Az, ami nem tudom, mi lesz, de jó a hangulata. De hogy is. Ez mi lesz? Gyerekszoba? Ez igazából vendégszoba, hogyha jönnek hozzám, ha majd mulatkozni emberek, mondjuk te, és ha valaki a végében nem bír hazamenni, akkor itt lesz egy kanapé, és ki tudja pihenni magát másnap reggelre. Így is kell. Figyelj, ez nagyon nagy meló. Igen. És te ebbe egy részt veszel reggeltől estig? Hát főleg én veszek részt, mert tegnap volt az, hogy 3 hete volt megbeszélve, hogy a teljes emeletet lepadloponozzák, mert holnap jön a parketta, és felhívott az ember 7:30-kor, hogy picit köhög. Úgyhogy tegnap én azt éjfélig csináltam a helyet, hogy a stúdióba ülnék. Figyelj, én úgy jöttem, ahogy életem első munkahelyén is öltözve voltam, csomagoló és rakodó munkás voltam, tehát szeretném bizonyítani, hogy van a fizikai munkához képességem. Cementes zsák, téglalakodás. Igen? Csak ilyen van, aha. Figyelj, akkor menjünk és segítek neked. Annyi, hogy a földszintről fel kéne ide hordani 60 zsák cementet. Jaj, de azt ne pont viccel, ma, viccel, pont azt ma nem tudom, mert ma pont aláírtam egy szerződést, hogy nem hordhatok föl, mert egy másik cég támogat minket, és nem hordhatok cementet, de minden másban egyébként. Csicsák Norbert producer. Rengeteg popdal hátterében ő áll, ha az elmúlt években csak egyszer is bekapcsoltad a rádiót vagy tévét, akkor biztosan találkoztál a munkájával. A szakmában jó fülű, remek ízlésű és villámgyors producerként jegyzik, akinél biztos lehetsz abban, hogy a dalod jó kezekben van. Pont erre van most szükségem, és mindezek mellé ráadásul egy aranyszívű, kedves ember.
Ez jó nagy. Igen. És itt mi lesz, gondolom, ez a kert? Füvesítés, fá, mert fával nem állsz túl jól, azt gondolom, nem haragszol, ha elmondom, hogy ez még így nem egy dzsungel. Ennyit tudott, vagy ki kellett vágni itt? Mivel én vidéki vagyok, és nekem a kert az egyébként 2000 négyzetméternél kezdődik, itt a vidéki telkeket, ha nézzük, ez nekem egy kicsi kert, de mindenképp az lesz, hogy a lehető legtöbb fa. Gyümölcsfa biztos lesz, mert a kislánynak nagyon tetszett az, amikor megvettük. Mennyi idős a kislány? 6 éves. Megvettük a házat, bejött, és akkor érett a szilva, és leszett is oda. Apa, ez a mi szilvánk? De jó. Úgyhogy szilva, barack, cseresznye biztos lesz. Tehát minden, amiből pálinka. Így van, így van, persze. Figyelj csak, ez egy ilyen nagyon nagy változás neked, nem? Szóval, ha te azt mondod, hogy vidékről jöttél, ráadásul én azért utána olvastam, elég szegény sorsból jöttél, nem? Én most 39 éves vagyok, én amikor 18 évesen leérettségiztem, akkor én mondtam anyunak, hogy én még körülbelül egy hetet itthon maradok. Ez 320 kilométerre van, egy nagyon pici falu. Na, a lényeg az, hogy én akkor eldöntöttem, hogy én feljövök Pestre, megváltom a világot, és lesz egy nagy házam. Nem dolgozunk közben? Valamit mondtál, hogy kell ásni. Dolgozunk, igen. Itt van egy nem túl nagy kocka, ez körülbelül 1 méter x 1 méter. Ez nem túl nagy kocka? Nem, viszont 3 méter mélyen kéne. Itt van ez. Ne haragudj, akartam, de nem tudom. Szóval, azt társad, én meg majd lapátolok. Ne csináld már, de nagy kamusta vagy. Hát figyelj, nekem hétvégén a stúdióba dolgozni kell, annyira nem fulladhatok ki. Menni nem fog tudtad ez? Volna fellocsolni a talajt? És hova rakjuk, amit kiásunk? Hát, nincs egy talicska, vagy ide valami? Nem, ezt majd vissza kell ásni, csak rakunk bele csöveket, ott a vízcsőnek kiásunk helyet. Itt vissza kell, kiásunk, hogy visszaássátok? Hát nincs valami csőnyomógép, ami azt oda lenyomja? Vagy nem tudtál volna egy csöves házat venni? Bele be van? Ja, Istenem. De most itt fogsz engem ásatni, és ott hadonászol? Na jó. Így van, és közben még szórakoztatnod is kéne. Kész. Mesélni vicces történet. Na, meséld azt, hogy azt mondtad, hogy megmondtad anyudnak. Igen, hogy én jövök, és egyszer lesz egy nagy házam. Egy nagy házam, és akkor eltelt 21 év, és lett egy nagy házam. 10 éves korom óta az volt a fejemben, hogy én zenész leszek, és hogyha híres nem is, de olyan zenész, akinek lehet ez a munkája, lehet ez a szakmája, és engem mindig ezt tolt előre, hogy ebben szeretnék elérni egy olyan szintet, hogy gyakorlatilag a hobbit és a szerelmet, ami a zene, azt tudjam olyan szintre vinni, hogy ez megélhetésként is legyen. Mi 18 évesen befejeztük a középiskolát, és akkor mondtuk, hogy akkor elindulunk Budapestre, és akkor megváltjuk a világot, és akkor munkásszálon kellett lakni 4-5 emberrel egy szobában, de engem soha nem az adott pillanat nyomora érdekelt, hogy hú, de rossz nekem, mert én egy munkásszálon lakok, hanem én tudtam azt, hogy ennek a folyamatnak a mondjuk 10 év múlva én hol akarok tartani, és ahhoz ezt végig kell vinni. De mire vagy a legbüszkébb? Legbüszkébb? Hát, most így nem egy konkrét projekt vagy dal vagy, mert végül is azt mondod, hogy ez volt az álmod, hogy híres zenész legyél, és egy picit máshogy ugyan, de azért neked volt olyan korszakod, amikor oda képzelted magad a színpad elejére, hogy nem. Mikrofonba is izé... Nem, nálam igazából az volt, hogy én tudtam, hogy nekem nincs jó hangom, nyilván hangképzésre jártam azért, hogyha jönnek hozzám az énekesek, tudjak neki segíteni, de én nem akartam magam bobóhócot csinálni soha. Meg engem jobban érdekelt a technika. Én 12 évesen megvettem az első számítógépemet, jártunk nyáron almát szedni, szilvát szedni, így napszámba, és akkor abból, ami pénz összejött, vettem egy kis számítógépet. Anyu vett nekem OTP kölcsönre egy szintetizátort, és akkor nekem ez már 12-13 évesen elindult, hogy én dobprogramokat csináltam, számítógépen megpróbáltam összekötni, ami ma nagyon egyszerű. És kiknek? Csak úgy magadnak? Vagy csak a környékben is rácoknak csináltál? És mi volt a műfaj? A műfaj? Akkor jazz volt, vagy ilyen pop, vagy már rap? Én mindig az ilyen kicsit funkis, kicsit jazzes, kicsit R&B, ez az én zenei világom, amit nagyon szeretek. Bazdmeg, nincs egy rövidebb ásó, hogy tényleg térdre kelljen állom? Ne izéljél már, ott egy valami nagyobb lapát. Itt van, vagy hogyha nagy a baj, tudok adni egy fejszét. Mert úgy látom, hogy neked mindegy, mit adok a kezedbe, te bármivel meg tudod oldani. Jó, majd a fejszét azért készítsük ide, hogy... Én egyébként úgy gondoltam, hogy ott mögötted 1,5 méterre sokkal puhább a föld, de... Most emessen be, főnök nem, úr? Nem, most már mindegy, már nem sokkal, még 1,5 méter és jók vagyunk. De egyébként, ha bár... Ne röhögjél már ki!
ne röhögjél már ki! Hát a drága művész kezeimet teszem tönkre. És amikor majd jövő héten Bossanovához a 9-7-11 alá kell fognom valami mozgóbasszust, és majd nem tudok emiatt a szar miatt, és nem lesz munkám. Figyelj, én ma nagyon szarul fogok emiatt aludni, mert hogyha kiderül az, hogy hosszú távon tönkretettem a nagyon tudatosan felépített karrieredet csak azért, mert kiástál, itt tudom én, 20 centi homokot. Nyugodj meg, én már erről gondoskodtam, hogy tönkre menjen a karrierem. De hát végül is itt ásol egy cigány gyerek udvarán, úgyhogy nem hiszem, hogy ez a csúcs. Figyelj, pihenj egy kicsit, mert látom rajtad, hogy... Ne izéljél már. Figyelj, gondolom, akkor azért az lesz az első nagy rendezvény itt, hogy apud, anyud, család, testvérek, nem? Az én fejemben most egy cél lebeg, hogy itt lesz fű, bent már nem lesznek emberek, és akkor én lemegyek vidékre anyuért és apuért, és mondtam, hogy őket akkor fogom ide felhozni, amikor ott tartunk, hogy el kell menni függönyt venni. És ha anyud olyan függönyt akar, ami neked nem tetszik, vagy a feleség, ők jóban vannak? Ők nagyon jóban vannak. Figyelj, te is oda egy mázlista ember vagy. Én nagyon szerencsés vagyok, a stúdió miatt soha nem volt problémám a feleségemmel, mert ő is énekel. Kikéred a véleményét egyébként, ha zenéről van szó? Mindig megmutatom, és fontos. Most viszont az van, hogy én zeneileg egy kicsit makacs ember vagyok. Az én fejembe születik valami, ami nem mindig jó, de engem arról nagyon nehéz lebeszélni. Már csak egy kicsit körbe akartam járni, hogy dolgozol, mert nyilvánvalóan tudod, hogy nem lukatásni jöttem, hanem dalt hoztam. De akkor van benned ez a nem ijedsz meg, hogyha neked kell rendet rakni valamiben? Nem, abszolút nem. Na figyelj! Jó, ha már vokálozik is, hát ki kérte? Figyelj, ez kész van, akkor... Na, ez a baj ilyenkor. Na, mit szólsz? Mi az első reakció? Az, hogy én már hallom, úgyhogy... Már hallod, hogy mi lesz? Azért egy picit izgultam, hogyha most mutatsz egy nagyon olyan dalt, ami nagyon komfortzónán kívüli, hogy az, ami lesz. Nyilván azzal is megbirkózom, meg abban van egy plusz kihívás, viszont ennél a dalnál meg annak örülök, hogy gyakorlatilag az első 20 másodpercben... Egy pillanat, bezárom az ajtót, jó? Jó, köszönöm. Vannak olyan feladatok, ahol az elvárás, hogy nagyon mai legyen, és nagyon jó szóljon, és nyilván ott megvannak azok a praktikák, azok a dolgok, amik ehhez kellenek, de hál' Istennek vannak olyan előadók, ahol ez nem cél, és csak azért mondom, hogy hál' Istennek, mert az én zenei világom nyilván a mai zenében is vannak olyan előadók, akiket szeretek, hallgatok, de ha én otthon vagyok, akkor a mai popzenéből maximum Dua Lipa szól, de egyébként Whitney Houston, Jackson, George Benson, Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Randy Crawford, nekem a zene ez. Nekem a zenét ez jelenti. És vannak olyan dalok, amikor az a cél, hogy az úgy szóljon, mintha 80-as években lett volna megcsinálva. Igazából én ezeket a feladatokat érzem 100%-ig. Úgy, hogy nekem ez a testhez álló is, megérkeztem és itt vagyok. Erről a dalról nekem valami eszembe jutott. Általában az van, hogyha mutatnak nekem egy demót, és hogyha az első 20-30 másodpercben nincs egyből hangszerelés a fejemben, akkor ott egy picit szoktam izgulni. Figyelj, itt egy szöveg. Legelső lélegzettel felsírtál, éjszakánként ébren álmodtál, majd kisgyerekből nyughatatlan rebellis lettél, fakardod a világnak mentél, itt van egy elírás. Talán elhihetnéd néha, hogy az élet mégis fair, és hogy a magunk fajta lázadó is nyer. Nézd csak fel, jelenet az égre te írtad fel, a helyedet a földön te döntöd el. Boldog, aki már nem fél, csak a pillanatban él, és amire készen áll, majd úgy is rátalál. Nekem nagyon tetszik. Nézzük rá. Felsírtál, éjszakákon önben álmodtál, a kisgyerekből nyughatatlan rebellis lettél, fakardoddal világnak mentél. Ha elhihetnéd néha, hogy az élet mégis fel, és hogy a magunk fajta lázadó is nyer. Nézd csak fel, a jeleket az égre te írtad fel,
helyedet a földön, te döntöd el. A lukakat a kertben én ástam ki, és nem járt érte mégse gázsi. Igen, ez biztos, hogy nem egy minimál hangszerelés lesz, hanem egy ilyen... Elindulunk körülbelül arról a szintről, ahogy halljuk a demót, de ez a végére ez nagyon meg fog érkezni. Vonósokkal, grandiózus kis mozis effektek. Figyelj csak, mindjárt hagyunk dolgozni, egy hetet szoktunk erre adni. Hát most nem kérdezem meg, hogy mostanában ráérsz-e. Viszonylag gyorsan dolgozom. Régen, amikor nem volt olyan sok munka, és nem ez volt a fő profil, én régen meddig látóztam, és gyakorlatilag a pénzbevétel az abból volt, akkor volt idő arra, hogy 2-3-4-5 napig, vagy 2 hétig pepecselgessek egy dallal. Ma ez a folyamat, ez maximum 2 nap. Ez nem azt jelenti, hogy így sokkal rosszabb, hanem azok a praktikák, amik ahhoz kellenek, hogy gyorsabb legyen a folyamat, azok így nyilván az elmúlt 20 év alatt beépültek. Kicsit ez a szöveg érdekel még engem, mert azzal kevesebbet foglalkoztunk. Ez egy kicsit egy ilyen nagy életösszefoglaló szöveg, nem? Vagy egy ilyen bölcsesség szöveg. Te bírod ezt a típusú emelkedettséget? Igen. Szövegbe bele szoktál szólni? A dallam, a hangszerelés, vagy a szöveg győzze-e? Én mindenbe beleszólok mindig. Az a baj, hogy a mai zenékben rengeteg olyan prozódiai hiba van, amik mennek rádióba, hogy a világból ki lehet ezzel üldözni, és hogyha a legnagyobb szövegírókkal is dolgozom együtt, és 100-ból egyszer előfordul, hogy valami nem úgy jön ki. Uh-huh. Akkor hát szólni. Ez majd a társaiddal. Akkor én szólni szoktam, hogy figyelj, ez nem jó, mert ha van a zeneszerző, a producer, szövegíró, énekes, itt nem az a lényeg, hogy az egyéneknek a lelki világa legyen sérthetetlen, és akkor nem merjünk szólni a másiknak. Itt pont az a lényeg, hogyha bele kell nyúlni, akkor nyúljunk bele. Egy a lényeg, hogy a végén a kész produktum az hibátlan legyen. Figyelj, hagylak ásni. Egyébként nagyon sietsz, mert nem sok, csak van lent 40 zsák padlópon. Gyere, tesó, miért nem ezt mondod? Figyelj, itt olyan izmok vannak. Ott vannak virgácsok. Olyan izmok vannak, hogy mindent felpakolok. Csak annyi, hogy el kell még mennem ezt a dalt elvinni. Azt ezt gondolom megérted, hogy az fontosabb. Na jó, egy cementes zsákot azt... Van kicsi cementes zsák? Ilyen, amiben légbuborék van? Van, ilyen 40 kilós kiszerelésekben vannak. Engem tanítottak, amikor rakodó munkás voltam, öreg melósok tanítottak, hogy hogy kell úgy vinni, hogy a kezed ide rakod, és ide a cementes zsákod. Csak most ez a vállam fáj. Na, csináljuk! Szia Andris, van egy jó hírem, elkészültem a hangszereléssel. Nagyon élveztem a munkát, mondjuk ezzel a nótával nem volt olyan nehéz együtt élni, úgyhogy én nagyon élveztem, és szerintem egy jó kis mai modern, fiatalos hangszerelés készült. Nagyon várom a stúdiónapot. Szia! Eddig minden teli találat. Úgy érzem, hogy Charlie-nak is tetszeni fog. Beszélgetéseink alatt az is kiderült számomra, hogy mennyire hiányzik neki Kati, nemrég elhunyt felesége. Végül vettem a bátorságot és megkérdeztem, lenne-e kedve hozzá, hogy a 100. ugyanolyan sztárinterjú helyett inkább kimenjünk a temetőbe. Ezek közül... Nekem mit javasolsz? Hát egy szépet. Szép fehér szépet. Valami. Ehhez például mit szólsz? Ez jó. Abban van sárga is. Ez nézd. Jó. Nem szemben az a kis egyszerű fehér? Jó. Nézd valahogy ez olyan, ez csak jó. Fehér van benne, nem? Jó, szívem. És még te ott bent rózsát? Még 2 rózsát, igen. Csokoló. Ez lesz és 2 szál rózsa. Nem piros, hanem ez a... Fehér vagy a fehér? 2 ilyen. Akciós az. Gyertet szoktál? Vagy olyasmi? Igen, azt veszünk egy kis ilyet. Egy ilyet. Jó, mehet-e? Aha. Majd mutasd az utat, hogy merre. Balra megyünk. Azt mondtad, nincs messze a
Ja, bejárattól. Ja jó, itt balra megyünk. Itt balra. Aha. Itt balra föl. Horváth Károly, azaz Charlie. Őt aztán tényleg nem kell bemutatni. Mindent elért, minden díjat megkapott, és minden dalt elénekelt. 2 éves voltam, amikor énekelni kezdett a Dekka együttesben, és azóta sem hagyta abba. 74 évesen is annyi fellépése van, hogy alig tudtunk vele időpontot egyeztetni. Az a híre a szakmában, hogy a stúdióban csak odaáll a mikrofonhoz, és fél óra múlva már kész is a dal. Milyen gyakran jársz? 1 hetente, 2 hetente. És mostanában 2 hetente. Van egy fix napod, vagy csak amikor érzed, hogy... Hát amikor érzem, igen. Amikor úgy érzem, meg nincs mit csinálni. Kicsit azt beszélgetek vele. Igen? Aha. Bűnhődöm, tudod? Miért bűnhődsz? Sokkal többet kellett volna. Hajtottam a pénzt, hogy jó legyen. Ő felnevelte a gyereket. Bűntudatod van, hogy keveset voltál? Úgy, ahogy mondod, ezt a szót akartam mondani, hogy lehet, hogy sokkal többet kellett volna vele lennem. Ezt választottam. De ő is ezt választotta. Ez voltál már akkor, amikor megismerkedtetek? Nem tudta Kati, hogy ki vagyok. Ezért szeretem nagyon. De menő. Hát ez lenne az. Ide jövök majd én is, majd akkor ezt ugye kicseréljük. Ezt kicseréljük majd. Ja, azt hittem a virágra mondod. Hát az még maradhat szerintem. Maradhat, tegyük mellé az egyik rózsát. Ez egy szállat, ugye? Meg egyet az én nevembe is. Megtörjük kisebbre? Igen. És jó. Hát, drága Katikám. Itt vagyunk a Hős doktorral. Ezt nem vállaltam volna el, de nagyon szeretlek, úgyhogy. Köszönöm, hogy... Ez egy nagyon személyes köszönöm, dolog. Köszönöm, hogy benne vagy ebbe. Nekem ez egy nagyon személyes dolog. Zsuzsikának ott van a sírja, oda vigyünk majd. Jó, jó? Aztán még kicsit még üljünk le beszélgetni. Jó, akkor ezt a kettőt hozzáviszünk. De ugye ő 2002-ben ment el, és én gondozgattam sokáig ezeket a fákat vágtra, most kis rend van, és... Szerintem amellé hárman, betehetjük amellé, nem? Igen, és hárman csináltuk meg ezt a dolgot, hogy legyen neki egy szép sírja, mert 10-valahány évig csak a fejfa volt, ami már borzasztó állapotban volt. Ez a véletlen, hogy ilyen közel vannak? Igen. Erre képzeld el, amikor így járkálgattam, akkor jöttem rá, ugye akkor csak egy fejfa volt. Mondom, nem hiszem el. De hát mondják a barátaim, de hát kint voltál a Zsuzsinak a temetését, csak hát az előbb volt. És annyira szédült állapotban voltam, hogy nagyon már meglepett. Nem emlékeztem, hogy ő ott van. Köszönöm, hogy ebben benne vagy, hogy itt beszélgessünk. Én mondtam is neked, hogy én nem szeretnék egy 150 000 milliomodik olyan interjút, már mindent megkérdeztek tőled, és mindent tudunk rólad, és mindent elmesél, vagy amit nem tudunk rólad, az már valószínűleg nem is akarod elmondani. Azt mondtad, a legszebb lány volt a világon. Igen, hát ez nagyon sokan ez tudja. Ez egy szerelem első lát, megláttad és tudtad, hogy... Igen, Kinizsi utcában játszott egy zenekar. Mondták, hogy ők is játszanak olyan dolgokat, mint az én Olimpia zenekarom, a Blood Studentest is játszanak. És erre nagyon pali voltam, épp ráértem, és oda mentem, és első látás. Ugye akkor még lehetett cigarettázni, úgyhogy kimentünk, volt egy előtér, ahol voltak mellékhelyiségek, és rágyújtottam a cigire, és kijött, és egy papírt a kezembe dugott. És azon az volt, hogy hol találkozhatunk. Hát nem hittem el, hogy ebből most csak egy séta lesz, vagy másnap már nem akar velem találkozni. Folyamatosan azt érezted vele, hogy hát, nem érdemled meg őt? Én kicsinek éreztem magamat hozzá képest. Hogy kell ezt csinálni, hogy olyan emberekről beszélünk, és gondolom, ahogy telik az idő, én is majd fogok, ezt senki nem úszta meg. Egyre inkább olyan emberekről beszélünk, akik évtizedekig a részei, a személyiségünk részei, és akkor hát igen. Egyszer csak nincsenek, és közben mi történik a fejben? Hogy félreteszi ezt az ember? Nézd,
egy mókus kerékbe kerülnek a művész emberek, hogy aztán ki művész, ki nem. Tehát az is művész most van, aki nem az, de kialakul egy baráti kör. Ugye Katikám már mikor elment, Tamás, aki az utolsó 10 éve szinte minden nap somultam, együtt voltam, és még sorolhatnám a barátaimat, akik úgy kiderült, hogy hiányzunk egymásnak ugye a vége felé. És akik úgy maradtunk, egymást írogatjuk, hogy mert emlékszünk a múltunkra, pontosan tudjuk, hogy mit éltünk át, és megszépültek ezek a dolgok, pedig azt hittük, hogy ezek kegyetlen dolgok voltak. Tehát, hogy ez nagyon nehéz volt akkor, és megszépültek. Érdekes dolog, nem akarok most... De akarjál bármit. Csonyát mondani, de hogy felhigult, felgyorsult ez az egész világ. Felgyorsult, megváltozott. Ezt a zenében is érzed? Próbálod a mai zenéket, a mai fiatalokat is úgy érezni, befogadni, amit csinálnak? Egy picit van rálátásom a dologra. Tehát mindenkit nem ismerek a fiatalok közül. De annyit tudok, és sejtésem van, hogy óriási tehetségek vannak. Tehát azért csak arra fölkapod a fület, ha valamit igen, hallasz. Csak az igazat megvallom, nem azokat hallom. A zene az egy szerelem, és csak az vállalja el, aki ezeket a megpróbáltatásokat elviseli. Itt van nálam egy dal, és itt van nálam egy dalszöveg. Te melyikkel szokták kezdeni, melyik a fontosabb? Én a lemezeimet úgy éneklem fel, hogy megkapom a szöveget, a zenét áthallgatom kétszer, és fölénekelem a szöveggel együtt, de nagyon fontos nekem legalábbis, tehát én így dolgozom, vagy így alakultam ki, hogy az a inspiráció az ott legyen rögvest. Ne az legyen, hogy én ezzel foglalkozom, uh-huh. És akkor szétfoglalkozom, és így akarom csinálni, meg úgy akarom csinálni, meg és akkor abból... Ösztön. Hanem igen, hogy és ez mindig jó. De figyelj, megmutatom a dalt. Legyen úgy. És fogom hallani. Ez a zeneszerző verziója, még nem a produceré. Jó. Ez csak jobb lesz. Ez csak jobb lesz? Ez csak jobb lesz. Figyelj, mutatom a szöveget. Ja. Talán egy kicsit még, mintha tudta volna, hogy a szövegíró, de nem tudhatta, hogy mi itt fogunk üldögélni. Ha volt ki átölelt, te elbújtál, és ő csak várt az oltárnál, senki meg nem bántott, de te mégis harcoltál, pedig a ringben végig egymagad voltál. De ha elhinnéd már végre, hogy az élet így is szép, és a vihar után újra kék az ég, nézd csak fel, a jeleket az égre te írtad fel, a helyedet a földön te döntöd el. Boldog, aki már nem fél, csak a pillanatnak él, aminek jönnie kell, majd úgyis rátalál, aminek jönnie kell, majd úgyis rátalál, amire készen állsz, majd úgyis rátalálsz. Gyönyörű a szöveg. Egy fél perc alatt megkedveltem, és már tudom, hogy ezt hogy fogom tudni elénekelni, és hallható volt, hogy egyszer meghallgattam, és már körülbelül. Ugye a szöveg nagyon piciben volt, úgyhogy kell cserélnem dioptriát itt most, de úgy, ahogy már úgy beletaláltam bizonyos dolgokba. Rendkívül. Igen? Jó. Tetszik? Rendkívül. De jó. Hát szerintem ez egy költő. Megpróbáljuk ráénekelni? Vélegzettel felsétál. Éjszakánként éjben álmodtál. Majd a kisgyerekből nyughatatlan, rebellis lettél, fakardottak a világnak mentél. Talán elhitetnéd néha, hogy az élet mégis fel, és hogy a mondat is nyer. Nézd csak fel, a jeleket az égre, te írtad fel. A helyedet a földön,
te döntöd el. Boldog, csak a pillanatnak él. S amire készen áll, majd úgy is rátalál. Most csak azt csekkoltuk, hogy mennyire van ráírva, de szerintem ez passzol. Tökéletesen. Én ezt majd úgy fogom énekelni, hogy előbb lent éneklem, egy oktávra lejjebb, és én mindig építkezem, és akkor utána fent. És megleszünk. Fél óra alatt megleszünk. Oké, de várjál, létsz, és igényd meg nekem, hogy tovább maradsz. Nem miattad, mert lehet, hogy ők, itt azért négy szereplő, jó. A zene, a szövegkel összerakni, jó. Meg egyet hadd kérjek tőled, de nevet tiszteletlenségnek. Azért, hogy ne öltözzek fel. Ne, gyere ruhába. Hogy ne csesszünk ki a producerrel. Nem, tiszteletbe tartok. Nem csak mindenki. Az, hogy biztos, hogy ez a láge jó lesz. 1000%. Ez F-durban van, ha jól tudom. Szöveget így meghallva és átértékelve. Itt nem nagyon kell énekelni. Ennek ez egy ritmikus, pattogósabb. De nem, tehát itt azt kell elmondani, amiről szól ez az egész történet, itt nagyon nem kell áriázni. Tehát amit fönt énekelsz, azt is finoman kell énekel. Mert itt ez szöveg nem, ez nem arról szól, hanem ez egy nagyon szép szöveg. Lehet, hogy be fogunk futni. Komolyan? Pedig épp most akartam neked mondani, hogy én már annyira elkeseredett vagyok, hogy nem vagy-e benne egy gyereklemezbe jégkrém dupla viszkivel, ez lenne a húzószám rajta. Hát a kisgyerekek érdeklik a jégdupla viszkivel. Igen, az annyira bizarr. Gyere, nekem volt egy tanítványom, képzeld, akit láttam idősek otthonába föllépni azzal, 12 éves kislány. Kiállt, elhívott, hogy akkor szeretné megmutatni, hogy milyen a fellépése. És azt mondja, hogy kiáll a mikrofonnal, korcsolyába léte, hiába ke félem, ugyan hagyottan ő. Ezt énekelte nyugdíjasoknak, de mindenki boldog volt. Hát az a lényeg, hogy boldogok legyünk. Még erre kis időre, legalábbis én így érzem. Azt hiszem, annyi kedvezmény kijár egy legendának, hogy egy hozzáillő dalt énekelhessen. És kijár a kényelmes időbeosztás, a kedvenc ásványvize, és az is, hogy szeretettel elnézzük a kisebb bogarait. Mert a végén, az utolsó pillanatban mégiscsak rajta múlik majd minden, a mikrofon előtt mindenki egyedül és önmagáért áll helyt. Aki tudni szeretné, milyen lett a Charlie dal, az már is nézheti a folytatást a dalfutár.tv-n. A türelem bajnokai pedig egy hét múlva ingyen élvezhetik a stúdiónap kalandjait itt a csatornán. Szerintem nem lesznek túl sokan, hiszen ahogy a költő mondja, ki bírna egy hetet várni, ha most énekel neki Charlie? Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda.